Szeretettel köszöntöm a Nexus TV kedves nézőit, kollégámmal Juhász Zoltánnal, műsorigazgatóval. Egy rendhagyó műsor kapcsán ülünk most itt le, mégpedig abból az alkalomból, hogy elég sok bejegyzést kaptunk YouTube videóink alatt. Ebből egy párat összegyűjtöttünk, mert szerettünk volna válaszolni a kedves nézők hozzászólásaira. Mindjárt bele is ugornék a közepébe. Az első, amivel kezdenénk, hogy miért is változott meg a szövetkezett TV neve Nexus TV-re. Köszönöm, Kata, és köszönöm, hogy segítesz ezeknek a kérdéseknek a feltételében, hogy meg tudjuk őket válaszolni, és köszöntöm a kedves nézőket. Igen, a névváltozás sokak uh, lelki állapotát felborzolta, még mások megnyugtató, megnyugvással vették tudomásul, tehát legalább annyi gratulációt kaptam, vagy uh, elismerést a névváltoztatásért, mint amennyi kritikát. De mi indokolja uh, azt, hogy nevet változtassunk, hogy a szövetkezett tévéről nexusá, uh, Nexus alakuljunk. A szövetkezett tévét uh, az alapján fogalmaztuk meg, hogy a múlt esztendőben egy nagyon erőteljes tevékenységet folytattunk azért, hogy a társadalom közösségei, településen élő közösségei alakítsanak szövetkezeteket, ami gazdasági, társasági formulát jelent, ahol önfenntartásukat tudják megszervezni. Én magam körülbelül 40 településen tartottam erről előadást, és igazából ez a média, amikor elindult, akkor az lett volna az egyik fő célja, hogy ennek a szövetkezetnek a fejlődéséről, azokról a folyamatokról, amikor az emberek megszervezik magukat, és nem a, a multinacionális boltban szerzik be a, a, a szükségleteiket, hanem a saját maguk által létrehozott termelő üzemekből. Nagyon sokan dícsérgették ezt a programot, nagyon sokan bólogattak ezeken az előadásokon, gondolom most ezt a videót néző, kedves nézők között is sok olyan volt, akivel személyesen is találkoztunk, aztán nem történt semmi. Val valójában létrejött egy valamilyen szövetkezet 30-40 emberrel, ez a 30-40 ember aztán választott magának egy olyan elnökséget, egy olyan igazgatóságot, amivel hát még mondjuk így, hogy, hogy hogy óvatosan és tisztelettel fogalmazok, hogy még nem sikerült semmilyen e, e, értéket előállítani. Arra számítottunk, hogy a szövetkezet épülő szövetkezet majd folyamatosan ellát bennünket programokkal. Na ez nem történt meg, tehát tartalommal, műsorokkal. Na hát ez nem történt meg, tehát más műsorokat, más tartalmakat kellett keresnünk. E, így aztán a szövetkezet tévénév sem e, volt már indokolt. Ráadásul nagyon sok bírálatot, kritikát kaptam azért, hogy a szövetkezett év, ez egy rossz név, mert a kommunista időkre emlékeztet, és az átkosban az volt a TSC. Azzal együtt, hogy a, a, a nem túl fiatal nézőink, hogyha emlékeznek a 80-as évekre, bizony ezek a TSC-k 30 millió ember számára készítettek itt a magyar földről származó nyersanyagokból értékes, tiszta táplálékot, élelmiszereket, amiből 10 millióan voltunk, mi 20 milliót meg exportálni tudtunk. Hol van ez ma már? Nos, ez volt az egyik alaphelyzet, a másik az, hogy az a műsorszerkezet, amivel kezdetben megindultunk, hogy tudást közvetítsünk és tudást adjunk, az hát elég szűk réteg igényét elégíti ki. És és nagyon szeretjük a, 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 korombélieket, mert hogy már én is nyugdíjas vagyok, de rendszert, a rendszeren változtatni az önfenntartásra, gazdaság, vagy módszereket alkalmazni, a gazdasági társaságokat létrehozni, vagy valamilyen aktív tevékenységet folytatni, nyilván a fiatalabb korosztálya kellene. És ezért lassan kialakult egy, új eszköz, kommunikációs eszköz, ez pedig az internetes applikáció segítségével, a Zoom segítségével, amivel a világban fel tudunk hívni diaszpórákban élő vagy kint élő magyarokat, akik be tudnak arról számolni, hogy éppen az ő, abban az országban, ahol ők élnek, ott épp mi a helyzet. És ezek rendkívül hiteles tudósításokká váltak. Mert a Kanadában élő magyar, vagy az Ausztráliában élő magyar, aki ott él már 5-10-20 éve, és az arcát adja hozzá, hogy bejelentkezzen hozzánk, az nem a fősodatú média által belé súlykolt hazugságot fogja nekünk elmondani, hanem azt az információt, amit ő él meg. És úgy tűnik, hogy ez az a, a médiaeszköz, vagy kommunikációs eszköz, amivel a kis csapatunk az egyéniségét, az ön, a, a, a saját arculatát meg tudja teremteni, amiben más csinál, mint a többi kis youtuber, vagy Facebook blogger, vagy, vagy ezek a kis csatornák. És hát ez mit jelent? Hát az, hogy kapcsolatot építünk a világgal. Kapcsolatot építünk természetesen itt az országban is, a, a barátainkkal, illetve azokkal a mintákkal, amiket érdemes megmutatni széles körben, de kapcsolatot építünk a világgal, hiszen ahhoz, hogy most ez a, erről a világméretű változásról, amit jelenkorban megélünk, hogy informáltak legyünk, ahhoz nem csak azt kell tudni, amit a hazai fősodatú média vagy alternatív médiákon keresztül átjön, hanem hiteles tájékoztatás kellene a világ többi részéről is, hogy lássuk ezeket, mert most az egész emberiségnek, de legalábbis a, a, a földgolyóbb is északi felének kellene magára találnia és összefognia. Na, a, a, de akkor miért nem kapcsolat lettünk? Azért nem, mert hogy ezeken a külföldi, külföldön élő magyarokon keresztül már, illetve rövidesen, remélem, hogy az ott élő gondolkodókat vagy lázadókat is sikerül megszólítani saját anyanyelvükön. De most, amikor a, a, az ausztráliai kedves barátunk, tudósítónk a helyi e, őslakost megszólítja angolul, akkor az hiába kezdél neki magyarázni, hogy ez a kapcsolat tévé, de azt mondja neki, hogy Nexus, a Nexus TV Magyarországról, akkor azt azonnal érteni fogja. E, sokan kritizáltak, és lehet, hogy elébe is megyek egy ilyenek, hogy miért külföldi szó. A, hát ezért, mert ezt az egész világon értelmezni tudják. És kedves nézők, ez nem egy angol szó, tehát nem az angolt majmoljuk, ez egy latin eredetű szó, de az egész világon érthető és értelmezhető. Azért annyit még hozzátehetünk, Zoli, hogyha ezek a szövetkezetek a jövőben mégiscsak Elkezdenének alakulni vidéken, szerte az országban. Természetesen a Nexus TV szívesen uh, tudósít ezekről. Abszolút, sőt, keressük, uh, és itt korábbi adásokban, felvételekben és többször elmondtam már azokat a mintákat, példákat, amiket az elmúlt években az országjárásaim során találtam hangonyban. A hangonyi példának hívom, amikor a kis település nem a, a politikust választotta meg polgármesterének, hanem azokat a fiatalokat, akik a hangonyért együle, egyesületet létrehoztak és tényleg a településükért tettek. És aztán, hogy meglettek választva a polgármesternek, akkor is tényleg a településért tesznek, és kicserélő a falu, ég és föld. Lovász jártam, ahol az is egy kis település, eh, eh, ahol eh, a Ilyen olyan pénzekből építettek egy faluházat, vagy egy, egy épületet, amit felszereltek konzerváló gépekkel. És azt mondták a falu nélőknek, hogy amikor érik az eper, vagy a, a nem tudom én, milyen gyümölcsöd, vagy a, a kertben megtermett zöldséged, akkor ami felesleg, az hoz be nekünk, és mi szépen megfelelő módon azt feldolgozzuk, üvegbe tesszük, és ezek a lovász patonai, falu ízei és tiszta, valódi, magyar táplálékok, magyar élelmiszerek. Tehát imádom ezeket, és kérem is a nézőket, nem sokára megyünk alsó mocsoládra, ahogy kicsit kipattannak a rügyek, és keresik az országban a jó példákat, és ahol elindul valamilyen pozitív kezdeményezés, lehetőségeink szerint ott szeretnénk lenni, ott akarunk lenni, és erről tudósítani mindenkit természetesen és akkor itt most megjegyezném a Nexus tv az egyik fő mondani valóját, hogy a változás az mindig alulról, magunkból indulva jön, soha ne felülről váljuk, meg másoktól, hanem saját magunktól. Na de akkor tényleg Így van. menjünk tovább a következő kérdésre vagy észrevételre, amik igen, nem biztos, hogy pozitív kicsengésűek, de természetesen mi ezekre is nagyon szívesen válaszolunk, mert építő jellegűnek tartjuk. Mi történt önöknél? Mintha leállt volna az információ közlés, pedig bőven lenne téma, amiről egy stúdió beszélgetés formájában is lehetne informálni, nem is jelentős anyagi megterhelés mellett. Hát annyi történt csak, hogy amit tudunk, ami a csövön kifér, azt csináljuk. Ennyit tudunk jelenleg. Körülbelül 11-12 munkatársa van a szövetkezett tévének ebből, Páran főállású alkalmazottak, míg mások szabadidejükben idejük, szabad segítenek bennünket. De ahhoz, hogy ez működni tudjon, ehhez bérleményekben kell, hogy legyünk. Fel kellett szerelni technikai eszközökkel, ami nem kis beruházás volt. Nem akarom számokkal untatni a nézőket, de azért ne pár százezer forintra és ne is pár millió forintra gondoljanak. De a felszerelés követően a működtetés az lényegesen nagyobb megterhelést jelent, hogy a munkabéreket, járulékokat kifizetni, bérleti díjakat, egyébként a szerver működtetéssel járó költségeket és sok minden mást, ez komoly pénzforrást igényel. Nos, nyújtózkodni meg csak addig lehet, amíg a paplan ér. Ugye volt az ajánlatunk a kedves nézők felé, hogy segítsenek megőrizni a a, vagy létrehozni ezt a független médiát, mert nem ennyien kellene legyünk, hanem tízszer ennyien, vagy de legalábbis ötször ennyien, és háromszor ennyi eszközzel felszerelten ahhoz, hogy olyan mennyiségű műsort tudjunk készíteni, és olyan minőségben, hogy konkurálhassunk a fősodatú médiával. Csak egy kedvenc zárójeles megjegyzésem, hogyha a YouTube videók és a Facebook csoportok, Facebook oldalak, amik nagyon remekek és rengeteg van belőlük, ha bármilyen változást tudnának eredményezni a társadalmi tudatban, akkor már rég az aranykorban élnénk. Ha ezt nem történt még meg eddig az elmúlt tíz évben, akkor valószínűleg a média kommunikációban nem ez a megfelelő eszköz. A fősodratú média, amit így apostrofálunk, az viszont látjuk, hogy hogy alakítja a társadalmi tudatot, hiszen már nem kötelező a maszk. De látok ma is autóban egyedül ülő embert maszkban. Egyébként nem is csoda, mert elmondták már kezdetben a hozzáértő őszinte szakemberek, hogy elég egy évet hordani a maszkot, és így vissza. Szívni a CND-oxidot, és ez tartós egyik károsodásokat okoz. Ma a, a, a társadalomnak most jönnek ki ezek a tünetei. Már bocsánat, és nem akarok senkit ezzel megbántani. Természetesen, mert mindenkinek saját szíve joga, hogy eldöntse, hogy mit csinál az egészségével. De addig, amíg nem jövünk rá, hogy az egészségünk a legnagyobb kincs, addig lehet, hogy nem is értékeljük. És szóval, Visszatérve a kérdés eredetére, vagy az eredeti lényegére annyit dolgozunk, amennyit tudunk, és azért gondolom az a heti 10, 12, 15 új anyag, amit felrakunk az oldalunkra, talán talán, hogy is mondjam, éreztető, hogy az, azért az nem kevés, az nem kevés elkészíteni. Azért tegyük hozzá azt is a kedves nézőknek, hogy igazából mögöttünk nem áll politikai szponzor, Sem. semmilyen szponzor, hanem semmilyen. akkor mondjuk el, hogy kik állnak az előfizetők, illetve átlag emberek, akik mondjuk adományoznak összeget, és ők tényleg teljesen az átlag emberek közül. Így van, és nincs több. Így van. Választhattánk azt az utat, hogy erre te telerakjuk reklámokkal az oldalt hogy leszerződünk olyan cégekkel, akik fizetnének azért, hogy az ő címkéket, emblémájukat akkor itt tartsuk. De az igazság, hogy nem is egy olyan egyszerű út, mert mi már annyira én személy szerint például a száz évet tilan után filmel annyira letettem egy névegyet az asztalra, hogy hát bizony nagyon kevés az a hely, ahova beférek. Szóval, hogy támogatható vagyok azokban a körökben, ahol egyébként, hogy is mondjam, ez egy tolvonás lenne az a pénzmennyiség, mint ami mondjuk a még működésünkhöz kell. Szóval egyrészt nincs meg a szándék sem. Tehát volt az egyik a videó alatt, találtam én magam egy olyan a hozzászólás, hogy tán csak nem azért változott meg a nevünk, mert óvatosan fogalmazott az illető távol keletről, fúj a szél, és onnét kaptunk új szárnyakat. Ugyan, kedves barátom, hát tessék megnézni a száz évet ilyen után, és akkor rájön, rájössz, hogy milyen blődlit állítasz. Az előfizetői pénzek azok, amik lehetővé teszik a működésünket, és a támogatások. Az előfizetői számunk nagyon lassan emelkedik, ezért korlátozott az a képesség is, amit létre tudunk hozni, hiszen ennek a videónak az elkészítéséhez kellenek az operatőrök, kellenek, kellünk mi, kell a videóasszisztens, aki összerakja ezt az anyagot a három kamerás felvételt után, kell a vágó, aki elkészíti, befejezi, aztán kellenek azok, akik a, a, akik a a szervert kezelik, a, az admin feladatokat ellátják, és a weblapot üzemeltetik. Ez mellett természetesen kell még az adminisztrációs feltételeket is ellátni. Szóval e, kellenek, a, akik a számlákat írják, kell a jogi tanácsadó, aki a, az asf et a szerződéspintát megírja, és ezek mind-mind pénzbe kerülnek. Nincsenek ingyen. Tehát korlátozott az a képesség, amivel jelen, jelenleg rendelkezni tudunk. Amit viszont itt újból nagyon szeretnék megköszönni azoknak a kedves támogatóknak, és ezek között jó pár olyan is van, aki név nélkül küldött az alapítványunkra támogatási összeget, vagy küld még ma is. És ezek olyan, hogy is mondjam, olyan. Lelki hatással vannak ránk, nem csak rám, az egész kollektívára, hogy nem lehet abba hagyni. Akkor ha egyszer emberek azért küldenek pénzt, hogy, hogy folytassuk, csináljuk, és még a nevüket sem teszik hozzá, tehát név nélkül adnak támogatást, akkor nem tántoríthat el senki bennünket, akkor nekünk ezt csinálni kell. Menjünk akkor tovább. Itt van a szomszédunkban egy háború. A média megint hazudik. Miért csak a COVID-ról voltak alternatív híreik? Igen, ahhoz, hogy valamiről hitelesen tudósítsunk, ahhoz nyilván meg kell találni azokat a forrásokat, amelyek hitelesek, illetve azt fel kell tudni építeni. Ez a kérdés már ele volt, mert ezóta, azóta már, és nem a kérdés hatására, de sikerült felépítenünk már legalább egy kapcsolatot, de úgy, talán úgy tűnik a mai nappal már még egy másikat is, hiszen elkészült a Horváth Gergővel az az exkluzív több mint egy órás felvétel, ami az, oroszország, az oroszok gondolkodását mutatja be ebben a háborúban, nagyon tanulságos, nagyon izgalmas beszélgetés, ajánlom mindenkinek megtekintésre, mert Onnét Oroszországból látva ezt a háborút és látva az európai magatartást, egész más derül ki, mint ahogy mi itt gondolkodunk, vagy az itteni média, hogy beállítja nekünk. És most van feldolgozás alatt másik olyan filmünk is, ahol ezekről beszélünk, mert mai beszélgető partnerem elmondta, hogy nagyon, neki van Kijevben barátja és nézi az m 1 híradón az élőképet Kievről, és Kiev lángokban áll. Felhívja a kievi barátját, hogy ugye nagy a baj, és mondja a kievi barátja, hogy nincs semmilyen baj. De hát égnek ott a házak, meg minden, és a barátja messengeren, vagy nem tudom milyen üzeneten, élőképpel körbe mutatja a várost, hogy sehol nincs semmi. De ahhoz, hogy ezeket a kapcsolatokat felépítsük, és hogy ezeket a feladatokat, munkákat megcsináljuk, megint mi kell hozzá kapcsolódás, kapcsolatot építeni, és a maga ez a kapcsolattartási kommunikáció is olyan, hogy napi 6-8 óra effektív feladat, hogy azt, a, a, az, a feladat, hogy azt ellássuk, hogy itt megfelelő időben itt legyenek azok az emberek, vagy a Zoom-on, Ausztráliában, Németországban, Ausztriában, Kanadában, Franciaországban, Oroszországban, és most már hamarosan Ukrajnában is, azokkal az emberekkel egyeztetve egy időben ott legyünk és elkészítsük ezeket a feladatokat, felvételeket. Egyébként szerintem nagyon sok minden visszavezethető arra, amit itt a kedves kérdező föltett, vagy mellékesen megjegyzett, hogy gondolom nem jelentős anyagi megterhelés. Minden az. De igen. Tehát ha kimegy az utcára az ember, bárhova lép, bármit akar, minden pénzbe kerül. Jelenleg a világ így működik. És a 11 embernek, ha 11 embert főállásba kell foglalkoztatni, az nagyon sok pénz. Ez és akkor arról még nem számít, beszéltünk, az kell... eszközökről így van, tehát és ezeknek a folyamatos ö, ö, fenntartása, ez mind-mind rengeteg pénzbe kerül, ezt ez nem lehet máshogy, tehát ezt nem kerülhetjük meg. És ma még a világ így működik. É, ö, hogy és pénzen az... adnak mindent a boltba. És ugye az az alapelképzelésünk, hogy sok kicsi sokra megy viszont. Tehát ha... ha és hát én azért most már nyolc éve végzem ezt a civil média küldetésemet, tehát hogy a, az embereket ahhoz a tudáshoz, ahhoz az igazsághoz segítsem hozzá, ami, ami a fősodatú médiából nem érhető el, vagy pedig nagyon szét van szórva és uh, én nem hiszem, hogy még kellene nekem bizonygatnom az elkötelezettségemet, meg az eltökéltségemet, főleg uh, még egyszer hívatkozok uh, rá, aki még nem látta feltétlen nézze meg a száz évet a után című filmet, mert azt minden magyarnak látni kell. Sajnos uh, a, az a, az a Működéshez szükséges tőke az csak azon múlik, hogy elég sokan értik meg a nézők közül, hogy ezzel uh, ezzel ők maguk választhatnak, dönthetnek arról, hogy milyen információhoz jutnak, mert a fősudratú média sincs ingyen. A sajt az ingyen van az egérfogóban, ez az egyik kedvenc. Ezt érdemes végig gondolni. Jön itt egy érdekes még, hogy ha már csak azt jeleznék, hogy érdekes módon az orosz támadás óta nincsen összecsíkozva az egünk táncsoda történt, megszűntek a repülők kondenscsíkjaik, vagy Esetleg nyomás alá került a szerkesztőség? Lehet, hogy csak álom volt egy független média létrehozása? Hát ez jó nagy, jó nagy év. Hát a, a csíkokkal kapcsolatosan valóban egy időre eltűntek a csíkok, a Kemtéri, a csíkok. A kedves néző, nézem fel az égre, újból megjöttek. Egyébként beszélgettünk erről a, a Jakab Istvánnal, a VNTV. A tulajdonosával, arcával, és hát ő is ezt sóhajtott fel, hogy hát oké, okay, hát háború, az nagyon sajnálatos, meg mindegy, de érdekes következmény az, hogy eltűntek a chemtrail csikok. Azóta már újból vannak sajnos. Na most nyomás alá kerültünk volna ugyan kitől. Szóval ki helyezne bennünket nyomás alá? Hát legfeljebb a kedves néző helyezhet bennünket ilyen kérdésekkel nyomás alá, mert akkor valószínűleg vagy nem nézi meg a műsorainkat, vagy nem érti azt, amit közvetíteni akarunk, és akkor meg bennünk merül fel a kérdés, hogy akkor vajon van-e, akinek csináljuk? érdemes ennyi energiát, ennyi munkát beleölni, hogyha ö, egyébként ö, nem jut el azokhoz pont, akiknek készítjük? Igazából szerintem, Zoli, elmondhatjuk azt, hogy mi, mi azt szeretnénk, illetve arra kérnénk a nézőinket, hogy kaphassunk egy esélyt a többi médiával. Igen. Mert ezt azáltal kaphatjuk meg, ha előfizetőink vannak, és, és nagyon sok ember, mint ahogy a tévét kapcsolgatja otthon, és mondjuk mi lennénk a 123. amire rákapcsol, de ott volnánk, előfizetet, elér minket, és igen, belekóstol, és eldöntheti, hogy őt ez, ez érdekli, felkelti az érdeklődését, de amíg idáig nem juthat el az ember, akkor nincs egyenlő esélyünk. Igen, ezt valaki, az egyik kollega úgy fogalmazta, hogy talán azt kellene megértetni a kedves nézőkkel, hogy érdekközösséget kell alkotnunk. Mi tesszük a dolgunkat nem kell ezt már bizonygatni. itt most, a, amióta, nem tudom, december óta már 300, nem tudom mennyi új felvételt készítettünk, tehát azért aktuálisak is vagyunk, de ennek a, ezeknek a filmeknek a nagy része olyan, amit fél év múlva is érdemes megnézni, mert olyan tartalmakkal bír, amik nem egyik napról a másik napra szólnak, hanem sokkal hosszabb ideig. Szóval, hogy érdekközösséget vállaljunk, mert ha, ha segítenek bennünket, akkor és bizalmukkal erősítenek bennünket, akkor mi ezen még szeretnénk fokozni. Most új, hát nem, új régi ötlet, hogy a gyerekek felé is szólnunk kellene, és, és mesélni kellene a gyerekeknek tiszta magyar meséket, népmeséket, de nem csak a Aranylacitól, a Benedekelektől, de akár a kedves néző saját meséjét is elmondhatná nekünk, és ezt most fogalmazzuk meg egy, egy valamilyen megszólításban. Szeretnénk egy olyan zoom-boom sorozatot csinálni, ahol a kedves néző mondja el a kedvenc meséjét nekünk, mindenkinek. És sok ilyet szeretnénk még, de Tessék, érteni, hogy ez munkaerőt, munkaidőt igényel, eszközöket, amiket működtetni, fenntartani kell. Tehát mi tesszük, tennénk a dolgunkat, és nagyon sok pozitív médiát. Az előbb említetted a, a az asztpolitikánkat, vagy hivatkoztál rá, egy kicsit másképp fogalmazva, de megerősítve, amit mondtál. A fősodatú médiát hallgatjuk, nézzük, akkor azt halljuk, hogy ha nem oltatod bemagad, magad, meg fogsz halni. De egyébként itt robbantottak, ott háború van, a víz elfogy, és, minden keresztbe, kerékbe törték, megölték, felrobbantották. Szóval az ember a napról lapra, mint egy teleregény folytatásos sorozatként hallgatja, és csak depressziós tud lenni tőle. Na, akkor váltsunk az alternatív médiára. Ha az alternatív médiára váltunk a megmondó barátainkra, mit hallunk ott? Ha beoltatod magad, meg fogsz halni, de egyébként felrobbantották, felnégyelték, jön a harmadik világháború, a negyedik világháború, a ki fogják érteni az emberiséget, rettegél, fél. Szóval, ha azt hallgatom, és csak azt hallgatom, és ismerek konkrétan a baráti körömben olyanokat, akik féléves alternatív média, figyelése után megrögzöttként olyan depressziósok lettek, hogy csak na. nekünk az lenne a küldetésünk, hogy a kettő helyett valami olyat, olyarról beszéljünk, hogy érdemes élni. Van kiút hogy meg tudjuk találni az utat egymáshoz. Így van. És hogy a változást azt nekünk kell kezdeni belülről. Mert ha elkezdünk mi belülről megváltozni, és nem a, a félelemnek adunk teret, hanem a szeretetnek, akkor ez sugárzik rólunk. És ezt a másik is átveszi. És ha a másik is átveszi, akkor ez gyorsabban terjedhet, akár mint a Covid. És akkor tényleg megváltozik a világ. De a változás az itt kezdődik, a szellemi térben, vagy a, a lelkisíkon és utána az materializálódik, meggyőződésem. Bár lehet velem vitatkozni, és majd újabb kérdéseket feltenni, amire egy következő alkalommal megint Így fogunk van. válaszolni. És akkor talán zárszóként annyit mondhatnánk, hogy a Nexus TV igazából nem értéket teremt, hanem értéket szeretne átadni, mert az értéket önök teremtik. Az átlagember. És mi ezeket, szednénk, ezeket szeretnénk összegyűjteni, megismertetni a többi emberrel. Tehát igazából ez egy érték átadó televízió szeretne lenni. Úgyhogy megköszönjük, hogyha támogatnak minket, köszönjük a megtisztelő kérdéseiket, amelyre a jövőben is válaszolni szeretnénk és fogunk. És köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra. Köszönöm én is. Neked is. A nézőknek is a figyelmet. Viszontlátásra!